Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket, vendégem Lázár János, térségünk frissen megválasztott országgyűlési képviselője. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Üdvözlök én is mindenkit! Április 8-án közel 2,5 millió ember szavazott a Fidesz-KDNP-re, ezzel pedig Zsinórban harmadszorra lesz a Fidesznek kétharmados többsége a parlamentben. Még azon az ominózus április 8-ai estén sem sokan tudták volna ezt az eredményt megjósolni. Ön szerint mi volt ennek a bizonytalanságnak az oka, és egyáltalán mi vitt sikerre? Nehéz ezt megmondani, hogy mi vitt bennünket sikerre. Azt hiszem, a választópolgárok szerették volna, hogyha egy stabil kormány és egy olyan jövő áll az ország előtt, amiben jól érezhetik és biztonságban érezhetik magukat. Biztos vagyok abban, hogy nem szerették volna az országot egy horror koalíciónak kiszolgáltatni, és nem szerették volna káoszba taszítani. De utólag már nagyon könnyű okosnak lenni. Az is teljesen világos, hogy a Hódmezővásárhelyi időközi polgármester választást követően a Fidesz szavazók választási hajlandósága és szavazási hajlandósága megváltozott. Jóval többen szerettek volna részt venni a választáson, mint korábban, ezért magasabb lett a részvétel. De önnek igaza van, valóban senki nem tudta azt megjósolni, hogy vajon hányan fognak elmenni szavazni, és a magasabb részvételnek mi lehet az eredménye. Példátlan politikai sikert tudhat maga mögött a Fidesz, hiszen a 2014-es választási eredményhez képest növelni tudta a választáson résztvevő fideszes szavazóknak az arányát. 2.603.000 ember szavazott a Fideszre azok közül, akik állandó lakcímmel rendelkeznek, és ehhez jön még a levélben szavazóknak a magas száma. Tehát ez egy abszolút elsőprő és meggyőző választási eredmény. Kétség nem kiférhet ahhoz, hogy 2018-ban Magyarországon a választópolgárok azt szerették volna, hogyha Orbán Viktor alakít kormányt, és hogyha a Fidesz lesz az, aki a parlamenti többséget bírja. Hogyha már felhozta ezt a február 25-i dátumot, ugye, az akkori vereségkor ön azt mondta, hogy az embernek gyorsan lábra kell állnia, és nem engedheti meg magának, hogy a társait és a barátait magára hagyja. Hogy érezte, mikorra sikerült újra régi harcosnak lenni, és azt mikor érezte meg, hogy egyáltalán ebből a vereségből siker kovácsolható? Azt soha nem lehet tudni. A február 25-e mögöttünk volt, április 8 pedig előttünk, és az embernek mindig előre kell tekintenie. Azt gondolom, hogy a választási eredmény mindig megjósolhatatlan, ez a szép a demokráciában. A választottak elvégzik a munkájukat, számot adnak az eredményeikről, a teljesítményről, a választók pedig április 8-án eldöntik, hogy bizalmat szavaznak, vagy nem, illetve hogy a folytatásra lehetőséget biztosítanak, vagy nem. Én örülök annak, hogy a február 25-i hódmezővásárhelyi választási vereséget követően akár Hódmezővásárhelyen, akár a választókerület többi településen lehetőséget kaptam a választópolgároktól arra nézve, hogy elmondhassam, hogy mi a programom, mi az elképzelésem, mi a véleményem. Meghallgattak, adtak egy esélyt, és sikerült meggyőzni őket arról, hogy a lehetőségek közül, illetve a jelöltek közül a legalkalmasabb talán én vagyok. Arra törekedtem, hogy arról győzzem meg őket, hogy ki az alkalmas, és nem arról kampányoltam, hogy ki alkalmatlan. Nem folytattam lejárató kampányt sem Kis Attila jobbikos jelölt, sem Rója István szocialista DK közös jelölttel szemben. Nem beszéltem róluk semmiféle negatívumot, és nem ellenük kampányoltam, hanem valami mellett kampányoltam. A választások alatt pedig a választási kampányban arra törekedtem, hogy minél több emberrel személyesen beszéljek. Soha ennyi emberrel nem beszéltem, soha ennyi emberhez nem jutottam el, és soha ennyi emberrel nem sikerült politikai vitákat folytatni a jövőről, illetve a jövő Magyarországáról. A legnagyobb sikernek azt tekintem, hogy ennyi emberrel tudtam beszélni a választási kampányban. Tudja, ez olyan dolog, hogy ha az ember egyszer veszít, akkor föl kell állni. Tehát az ember akkor veszíti el a háborút, hogyha föladja. Amíg nem adja föl, addig ott van a csatatéren, és addig küzdeni kell. Tehát másnap reggel úgy kellett odaállnom, hogy már április 8-ra koncentráljak. Lelkileg azért megviselte ez a dolog? Nem hiszem, mert az ember harcos típus, tehát ezt nem mondanám, hogy lelkileg megviselt, az abszolút nem jellemző rám, hogy az ilyesmi megviselt. Ilyen a politikai küzdelem, ilyen a politikai harc. Egyszer a választópolgárok bizalmat adnak, egyszer pedig megvonják a bizalmat, aki nem bírja ezt, annak nem szabad politikával foglalkoznia. Én azt gondolom, hogy a komoly emberré válláshoz, vagy a komolyabban vehető politikusok közé tartozáshoz, vagy komolyan vehető politikussá válláshoz arra is szükség van, hogy az ember néha csatákat veszítsen, elveszítsen egy-egy választást, vagy elveszítsen egy-egy politikai küzdelmet. Tehát a szenvedésből, a kínból és a sok-sok politikai nehézségből, vagy emberi nehézségből aztán egy olyan karakter, egy olyan attitűd fejlődik ki, ami azt gondolom, hogy talán jobb. Tehát a szenvedés vagy a vereség jobbá teszi az embert, és nem megtöri, hogyha ezt így szabad mondani.
Másrészt pedig minden vereségnek és minden győzelemnek vannak tanulságai, amelyet higgadtan és objektíven kell levonni. Az egyik ilyen tanulság például az, hogy óriási gyűlöletkampányt folytattak ellenem januárban és februárban, aminek volt hatása Hódmezővásárhelyen, és azt hiszem, hogy a választópolgárok 6 héten keresztül megértékelték azt, hogy én nem folytattam gyűlöletkampányt mások ellen, tehát érdekes dolog ez a választás. Az valóban a rendszerváltozás óta nem jellemző, és talán példa nélküli, hogy 6 hét alatt valaki vesztes helyzetből fordítani tud, és meggyőző, én úgy gondolom, hogy meggyőző támogatást tudtam szerezni, tehát meggyőző támogatást tud szerezni, ez 6 hét alatt, ilyen rövid idő alatt nem szokott előfordulni, tehát ennyiben atipikus a választási eredmény, vagy más a választási eredmény, amit abszolváltunk, de ennek ellenére a választási eredményt reálisan kell értékelni. A reális értékelés pedig az, hogy Magyarországon a választópolgároknak az egyik fele az a Fideszre szavazott, Orbán Viktorra szavazott, vagy Lázár Jánosra szavazott, a választópolgároknak a másik fele pedig a Fidesz ellen szavazott, vagy éppenséggel Orbán Viktor ellen szavazott. Ezt nem szabad figyelmünk hagyni. Mandátumban 2/3 van, de a társadalmi támogatottságunknak a nagysága az 50-50. Van, hogyha már az ellenzéket felhozta, úgy tűnik, hogy a kampány nem ért véget, hiszen a kampányban is ugye vádaskodtak, ez most jelen pillanatban tovább folytatódik, most megkérdőjelezik a választás tisztaságát és eredményét, ugye tüntetést szerveztek, a jövőben is folytatják. Erről mit gondol? A választások eredményének megkérdőjelezését butaságnak tartom. Olyan nagy volt a részvétel itt ebben a választókerületben, 70-75%. Olyan meggyőző volt az eredmény, hiszen a választókerületben több mint 50%-kal nyertem meg a választást, és nyertem el a választópolgárok bizalmát, és a Fidesz listán 49,5%-ot kapott. Ez olyan eredmény, ami megkérdőjelezhetetlen. Lehet a szavazatokat újra számolni, lehet fellebezéseket benyújtani, lehet piszticsári szabálytalanságokból valami nagyot kerekíteni, de a nap végén mégis az van, hogy a Fidesz megkérdőjelezhetetlen és meggyőző fölénnyel nyerte meg a választást. Ebből az következik, hogy mértékletesnek és alázatosnak kell lenni. Ezt én egy nagyon fontos dolognak gondolom a választások kapcsán, hogy visszafogottságra, mértéktartásra és alázatra van szükség, és mindenkit kell képviselni. De az ellenzék kisszerű az én véleményem szerint, kis stílű politikát csinál, és kisszerű meggyőződésem szerint akkor, amikor nem áll ki és nem mond egy mondatot, gratulál a győzelemhez, hajrá, sok sikert kíván. Ennyit kellett volna mondani, és az egészet lezárni, és túllépni ezen. Azt viszont teljesen természetes dolognak tartom, hogy a választások után egy nappal megkezdődik az újabb választási kampány. Tehát abban, hogy választási kampány kezdődik, és a politikai térben csata van, abban semmi rendkívülit nem látok. Azt, hogy ma Magyarországon olyan viszonyok között élünk, hogy az ellenfelek nem adják meg egymásnak azt a minimális tiszteletet, hogy elismerjék az eredményt, ezt hibának gondolom. Én áll február 25-én oda tudtam állni, és oda is kellett állnom, hogy elismerjem, hogy a politikai ellenfél győzött, gratuláljak és sok sikert kívánjak. Ennyi lett volna elvárható most is, április 8-a után. Ezt a választókerületben volt, akitől meg is kaptam. Országosan is ezt gondolom, hogy az lett volna a helyes, hogyha ez megtörténik, és az ellenzéki pártok akkor tették volna saját maguknak a legtöbbet és a legjobbat, hogyha elismerik a Fidesz győzelmét, gratulálnak hozzá és tovább lépnek ezen. Tehát ez kiszerű és kistílű, mint ahogy ők maguk. Ezért nem fogják soha megnyerni a választást, mert ilyen kaliberű emberekre nyilván nem lehet rábízni egy országot. Már csak azért is, mert ugye április 8-án este éjfél előtt néhány perccel, amikor biztos volt már a választási győzelme, akkor felajánlotta az együttműködést a két ellenzéki párt képviselőjének, Kis Attilának és Rója Istvánnak. Találkoztam is már Rója Istvánnal. Tehát Rója tanárúrral leültünk, volt egy körülbelül órás beszélgetés. Nagyon jónak értékelem a beszélgetést, abszolút nyitott volt. Őszintén és nyíltan tudtunk beszélni egymással, és úgy találom, hogy a jövőben is van értelme annak, hogy beszéljünk. Tehát keresni fogom a tanár úr társaságát és a lehetőséget arra, hogy időnként beszélgessünk. Nagyon kíváncsi vagyok a tanácsaira, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy a választókerületben hogyan lehetne segíteni a választópolgároknak. Ugye ő Csanádpalotán született, oda valósul a családja, és nagyon régóta tanít itt Makón, nagyon jól ismeri a helyi viszonyokat, az itteni emberek nehézségeit. Én azt gondolom, hogy Makó és a Makó környékbeliek nincsenek olyan jómódúak és nincsenek olyan gazdagok, hogy azt a luxust megengedjük magunknak, hogy az értelmes emberekről lemondunk. Ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy találkozzam a Fidesz frakcióval és a polgármesterrel, találkoztam Rója Istvánnal és szervezem a találkozást Kis Attila jobbikos képviselőjelölttel is, és Mucsi Tamással a DK vezetőjével is le szeretnék ülni. Szeretnék mindenkit megkérdezni arról, hogy mit kellene tennem képviselőként, milyen feladatokat szánnak nekem, mit várnak el tőlem.
Tehát szeretnék minél több embert bevonni ebbe a munkába, és nem kirekeszteni bárkit is csak azért, mert másképp gondolkodik. Mert azt gondolom, hogy aki Makónél, az elsősorban Makóé, és csak utána fideszes, jobbikos vagy szocialista. Tehát mindenkinek ma az a fontos, hogy Makón az élet jobb legyen, és ehhez szeretném integrálni a helyi erőket. Tehát nem megosztó politikában gondolkodom, hanem integráló politikában gondolkodom. Tehát közös gondolkodásban. Igen, szeretnék tőlük tanácsot kérni, aztán majd rajtuk múlik, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, én mindenféleképpen keresni fogom őket. 4 évet szavaztak ugye az emberek önnek. Mit képzel az elkövetkezendő 4 esztendőről? Mit csinálna másképp, mint amit eddig tett? Azt gondolom, az elmúlt 4 esztendőben a miniszteri munkám csökkentette annak a lehetőségét, hogy az emberekkel sokat találkozzam, és személyesen minél többet beszéljek. Erre most a következő 4 évben sokkal több figyelmet és energiát szeretnék fordítani. Például nem csak Makón tervezek fogadóórákat, hanem minden kis településen lesz fogadóóra. Most, ha a mandátumom jogerős lesz, és a fellebbezési eljárásoknak vége lesz, ha ez a cirkusz elmúlik, és átveszem a mandátumot, amit itt szeretnék Makó városában átvenni egyébként, tehát arra kértem a választási bizottságot, hogy Makón legyen a mandátum átadása. Az az oka, hogy szeretném, ha érzékelné Makó, hogy fontos nekem, és Makón olyan eredményt értem el, ami példanélküli a rendszerváltás óta, és ezért azt kértem a választási bizottságtól, hogy ha van erre lehetőség, akkor Makó városában tartson egy ünnepélyes ülést a választókerület választási bizottsága, ahol a mandátum átadására sor kerül. Még egyelőre ezt a dátumot nem tudjuk pontosan, de a választási bizottság ezt elfogadta. Szeretnék egy gesztust tenni Makó városa felé, de fontosnak tartom a fogadóórákat, és fontosnak tartom azt is, hogy amikor megvan a mandátum, leteszi az országgyűlés az esküt, akkor utána május hónapban, június közepéig minden képviselőtestülettől kérek egy találkozót. Minden képviselőtestülettel szeretnék leülni, és minden polgármesterrel arra vonatkozóan, hogy milyen tervek, elképzelések vannak 2019-ig, és milyen tervek vannak 2019 és 24 között. És szeretném ezt az 5 évet arra felhasználni, hogy minél több segítséget és minél több előrelépést tudjunk itt elérni a következő években, tehát minél nagyobb fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, hogy az emberek életminősége érdemben javuljon. Egy óriási lehetőség előtt áll az egész ország, ez a térség és ez a régió is. Makó lehet ennek az egész térségnek a központja, Csanád megye, Csanád régió központja, határ, magyar-román határtól függetlenül. Tehát nem csak kisváros lehet, hanem regionális centrum is lehet akár Makó városa. De az ország is nagy lehetőség előtt áll, hiszen most végre utolérhetjük azt a nyugati világot és azt az életminőséget, amelyet megcéloztunk 30 évvel ezelőtt. Tehát 4 év múlva jóval előrébb tarthatunk bérben, fizetésben, tulajdonban, és jóval szélesebb lehet a középosztály, hogyha jól végezzük a munkánkat, és én különösképpen az erőforrásokat vidékre szeretném összpontosítani. Ez egyezik a kormány elképzelésével, hiszen az még egy dolog, kormány, ugye, tehát ezt nem tudom önnek megmondani. De az eddigivel, tehát az eddigi stratégiával a továbbiakban. Igen, de nem ez a lényeg, mert... Azért itt a települések önnek köszönhetik ezt az elmúlt 4 éves támogatást és fejlesztéseket. Nem nekem köszönhetik, hanem az adófizetőknek. Ez a kormány befejezte a munkáját, az új kormány programját pedig még nem ismerjük. Én a parlamentben azt fogom képviselni, hogy az erőforrásokat ne a centrumokban, ne a nagyvárosokban, hanem vidékre kell fordítani. Választókerületemben van 2 nagyobb város és van 17 kisebb település. Minden erőforrást a 2 városon kívül a 17 településre is szeretnék koncentrálni. Tehát Hódmezővásárhely és Makónak fejlődnie kell tovább, erősödnie kell a 2 városnak, ott erősödnie kell a középosztálynak, erősödnie kell mindenkinek, lehetőséget kell teremteni a fölzárkózásra, de a kis településekre külön fogok figyelni, mint ahogy tettem ezt eddig is. Most még nagyobb léptékben szeretnék erre odafigyelni. A makói szavazópolgárok bizalmát különösen kiemelte. Ön szerint a munkáját hálálták meg? Ez nagyon nehéz kérdés, ezt majd tőlük kell megkérdezni. Többször elhangzott, többször elmondta, hogy nehezen fogadták el önt a makóiak. Igen, közel 3000-rel több szavazatot kaptam, mint 2014-ben, talán megismertek. Ráadásul Makó az elmúlt 4 évnek nyertese volt. Makó egy olyan település, ami lehet a következő időszak nagy meglepetése. Részesülhet komoly kormányzati támogatásban, nyitva van a kapu a fejlesztések és az elképzelések megvalósítása előtt, de én sehol nem tudom megmondani, hogy mit kell csinálni. Én abban lehetek jó szövetséges, hogyha a közösség, a település eldönti, hogy mit kell csinálni, mi az, ami neki jó,
és abban kért tőlem segítséget, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Senki helyett nem akarom megmondani, hogy ott mi történjen. Nem akarok beleszólni a makóiak belső életébe, a kövegyiek, királyhegyesiek vagy a kiszomboriak életébe. Minden közösségnek magának kell eldönteni, hogy mit szeretne csinálni, és én ebben fogok megpróbálni segítséget nyújtani. Ezért fogok találkozni a képviselőtestületekkel, ezért fogok minél többet közösségekkel és emberekkel is beszélni arról, hogy hogyan lehetnek ezek a települések még jobbak, hogyan lehet őket jobbá tenni. Ez a célkitűzés, ez a terv, de Makó előtt nyitva a kapu, és Makón valóban példátlan nagy bizalmat kapta, ami óriási felelősség, meg is fogom szolgálni ezt a bizalmat, és nagyon remélem, hogy a közös munkánk eredményes lesz. Hálás vagyok a makóiaknak a bizalomért, szeretném ezt bebizonyítani, hogy jó döntés volt a szavazatuk. Nem csak Makó, ezért a települések is ugye egyértelműen szavaztak, és ön mellett, így van, ön mellett álltak. Ezt hogyan értékel, illetve van olyan település, amelyet különösen kiemelnek? Köszönettel tartozom, Királyhegyesen 76%-ot kaptam, az volt a legerősebb, ez példátlanul nagy támogatás. Én azt tapasztaltam, hogy persze vannak politikai nézetkülönbségek a választókerületem polgárai, és akár közöttem, vagy az én politikai családom is a választókerületem polgárai között, de azért abban egyetértünk, hogy itt segíteni kell az embereknek, és segíteni kell a közösségeknek. Azt tapasztaltam, hogy ezzel a vidékkel 30-40 éve nem nagyon foglalkozott senki sem. Nekem is új volt ez a közösség, és időt és energiát kellett arra áldoznom, hogy megismerjem őket, megbeszéljük a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha van nekik egy lobbistájuk Budapesten. Én az itt élő emberek embere szeretnék lenni Budapesten, az itt élő emberek kijáró embere és lobbistája szeretnék lenni Budapesten. És meggyőződésem szerint a lehetőségek közül most a legerősebbet választották. Úgy érzem, hogy fogok tudni segíteni mindenkinek, és lesznek közös eredményeink, amiről 4 év múlva számot tudunk adni. Nagyon nagy bizalmat kaptam, érzem ennek a felelősségét, és meg is fogom szolgálni ezt a bizalmat. A szülővárosom nem tagadott ki, ez is egy nagy dolog, egy február 25-i választási eredmény után, hiszen ott is közel 50%-os eredménnyel tudtam végezni a választáson. Hódmezővásárhelyen közel 4000 szavazattal kaptam többet, mint a jelöltünk február 25-én. 6 hét alatt sikerült 4000 szavazót meggyőzni arról, hogy mégiscsak ide kell adni a voksát, vagy érdemes ide szavazni. Ez sem tekinthető egy átlagos politikai teljesítménynek, fogalmazunk így. Tehát nagyot harcoltunk, nagyot futottunk, aktivistákkal, csapattagokkal együtt közösen, és ennek meg is lett az eredménye, de ezt nem politikai triumfálásra kell használni. Tisztában kell lenni azzal, hogy a társadalom egyik fele támogat bennünket, a másik meg ellenünk szavazott. Ezt az erőt és ezt a bizalmat, ezt cselekvésre kell használni, ezt jó dolgokra kell használni, ezt fejlesztésekre kell használni, ezt összefogásra kell használni, és arra kell használni, hogy a dolgok előre haladjanak. Hamarosan megalakulhat Magyarország új kormánya, amire Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy ez egy valóban új kormány lesz. Ön mire számít? Hát, hogy új kormány lesz, arra számítok. És ezen kívül azért gondolom, hogy latolgat országos politikában, természetesen ugye marad, de hogyha felkéri miniszterelnök úr, akkor gondolkodik. Azt majd vele fogom megbeszélni, ha nem haragszik téma. Elfogadja a felkérését. Azt majd vele meg fogom beszélni. És tájékoztat erről bennünket természetesen. Időben fog szólni. És végezetül még arra lennék kíváncsi, ugye most elmúlt a kampány, vége a választásnak, lassan mindenki hátradőlhet és kezdődhet az új munka. Inkább munkába kell vetni magát mindenkinek. Van-e olyan, amit úgy szívesen elfelejtene ebből a kampányból, ami tényleg kiverte a biztosítékot ennél? Nem. Ebben a kampányban, nézze, a két jelöltről rosszat nem tudtam mondani. Én úgy gondolom, hogy igyekeztek arra, hogy korrektül viselkedjenek velem. A választási kampány az mindig egy politikai lögdösődés. Hódmezővásárhely megválasztott egy olyan polgármestert, aki ahelyett, hogy a városért dolgozna, minden nap politikailag támad bennünket. Ezt meg kell szokjuk, és majd elégtételt és revansot veszünk a 19-es önkormányzati választás alkalmával. Tehát nem letesszük a fegyvert, fölveszük a kesztyűt, és 19-ig politikai csata lesz Hódmezővásárhelyen, nem kérdés. Nem mi miattunk, félreértés ne essék. Mi készen állunk az együttműködésre, de amit a vásárhelyi polgármester művel a várossal, azt nem hagyhatjuk szó nélkül. Nem az a probléma, hogy elveszítettünk egy választást, mert ha ő jobb lenne, mint bármelyikünk volt a polgármesteri székben, akkor örömmel támogatnánk, hanem az a probléma, hogy Hódmezővásárhely süllyedőben van, és az a veszély fenyeget, hogy egy középszerű poros kisvárossá válik, ahelyett, hogy fejlődne tovább, és nekünk segíteni kell abban a Hódmezővásárhelyeket a polgármestertől függetlenül, hogy fejlődni, gyarapodni tudjon az a közösség. Tehát Hódmezővásárhelyen nem egyszerű a helyzet. Ott kaptam méltánytalan támadásokat, és mindaddig, amíg a polgármester nyilvánosan nem kér bocsánatot, vagy nem ad elégtételt, addig
a készfog... Együttműködés nem képzelhető el ön is. A képviselőtestülettel és a várossal természetesen és a választópolgárokkal szívesen működöm együtt, de abba a kategóriába esik nálam, akivel nem szoktam kezet fogni. Van ilyen. Akkor egy pozitívummal fejezzük be. Mi volt a legpozitívabb, ami ebben a kampányban érte? Szeretem a világos beszédet, meg a karakán dolgokat. Én nem vagyok haragtartó ember, ami azt jelenti, hogy nyugodtan lehet sértegetni, hogyha utána tudjuk ezt rendezni, akkor tovább tudunk lépni. Se haragot nem tartok, se sértődékeny nem vagyok, csak tisztázzuk ezt ugyanazon a fórumon, ahol ezek a sértések vagy ezek a támadások elhangoztak. Ezt várom el mindenkitől. Hogyha tudjuk rendezni a múltat, akkor a holnap reggel már megpróbálunk együttműködni. Tehát ilyen szempontból rugalmas ember vagyok, csak vannak dolgok, amikhez nem lehet tovább lépni, mert túlmegy egy bizonyos határon. Ez Makóvárosában nem történt meg. Makóvárosában kulturált és civilizált kampány zajlott, Hódmezővásárhelyen mocskos kampányt vittek az ellenfelek, ennek viselni kell a következményét, elsősorban nekik. De azért jó szívvel gondol vissza a kampányra. Abszolút, én minden kampányra jó szívvel gondolok vissza. Ez már nagyon sokadik választási kampányomban részt veszek, és mindig tanultam nagyon sokat, most is nagyon sokat tanultam. Úgyhogy abszolút pozitív élményeim vannak. Ezzel a záró gondolattal köszönöm meg. Én köszönöm a lehetőséget. Megosztotta velünk. Folytatjuk a munkát. Köszönöm a gondolatait, szépen. Önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak a ma este folyamán. További szép estét kívánok, viszontlátásra.